Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az év első 9 hónapjában átlagosan 34.200 álláskeresőt tartottak nyilván, 16,2%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban, hangzott el a megyei közgyűlésen. Az ülésen kiemelték, körülbelül 42.000 közfoglalkoztatott dolgozik Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat hamarosan összegzi és felterjeszti a közgyűlés. Néhány olyan döntési helyzete fel tudnánk hívni a jövőbeli tervezők figyelmét, ami a megyében gondot okoz. Annál is inkább, mert a közfoglalkoztatásra jutó állami programok 40%-át Szabolcs-Szatmár Bereg megyében és Borsod megyében költik el. Ezek nagyon komoly adófizetői forintok, ezért hálásak is lehetünk a magyar költségvetésnek, hogy ilyen gondokat igyekszik megoldani, viszont vannak a rendszerben anomáliák. Például, csak egy kérdést kiemeljek, fiatalok közfoglalkoztatása, 25 év alattiak közfoglalkoztatása. Itt az lenne a helyes elvi álláspont, és ez volt döntő vélemény a közgyűlésben is, hogy 25 év alattiak lehetőségek ne vegyenek részt a közfoglalkoztatásban, hanem átképzésben, képzési programokban, továbbképzéseken vegyenek részt ezek a fiatalok, ne szocializálódjanak be a közfoglalkoztatásba. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a 42.000 közfoglalkoztatott közül 7.000-en 25 év alattiak, tájékoztatott a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője a megyei közgyűlésen. Valamennyi képviselő, közülük sok polgármester úgy vélekedett, felül kell vizsgálni a közfoglalkoztatási rendszert. Azt látjuk, hogy bizonyos emberek, akik ebben a rendszerbe bekerültek, elkényelmesedtek, és nem nagyon szeretnének más munkahelyre menni, még úgy se, hogy itt jóval kevesebb a jövedelem. Látjuk azokat az ellentéteket, amelyek kialakulnak a foglalkoztatáson belül, és közben meg már a megyébe is, ahol a legmagasabb a munkanélküliség, vannak olyan helyek, ahol munkaerőhiány van. Nem látjuk kidolgozottaknak a napi napszám munka és a közmunka összegerebjélését, tehát nagyon sok olyan feladat van, amiben egységre jutottunk. A közgyűlésen a minimálbér tárgyalásokról is szó esett. Nagyon pozitívan értékelhető innen Nyíregyházáról, hogy most már a kormányzat is elkezd azon gondolkodni, hogy minimálbér emelésre van szükség, de ez egy nagyon veszélyes út, mint ahogy a napirend vitájában is elhangzott. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a versenyszférában jól teljesítő, vagy akármilyen módon teljesítő foglalkoztató helyek járulékai csökkenjenek, nem fog menni másképp. A megyei képviselők abban is egyetértettek, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei útfejlesztéseket sürgetni kell. A bizottsági ülésen frakciókkal történő egyeztetés alapján ezeket azért betettük és fölterjesztési jogokkal értünk, hogy a 471-es útnak a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei folytatása kezdődjön el minél hamarabb, a 49-es vagy az M49-es, de ha lehet, akkor 49-esként kezdődve a Mátészalkától az ország határirányába a településeket elkerülő útszakasznak a megvalósítása kezdődjön el, illetve hát a Vásárosnaménytól a Beregszászig az ország határig szintén a Tiszán való átkelés az történjen meg, tehát ezek az útfelújítások kezdődjenek el. Konkrétan ez a három javaslat volt, amit mi szeretnénk, hogy idejében és sürgettünk, hogy minél hamarabb ezek kezdődjenek el. A megkeresést a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez juttatják, majd elhangzott el a közgyűlésen.